Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, fő témáink néhány mondatban. Szekszárdon járt Gulyás Gergely, a tárcavezető a hazánkra váró kihívásokról tartott előadást. Ülésezett a képviselőtestület, Dombóvár is küzd a megnövekedett kiadásokkal. Hónapokig bujkáltak a rendőrök elől, két jogerősen elítélt körözött férfit fogtak el az egyenruhások. Kezdik a szezont a fekete gólyák. A Siófok ellen lépnek pályára a szekszárdi kézilabdások. Szekszárdon tartott előadást Gulyás Gergely. A tárcavezető elsősorban a hazánk előtt álló nemzetközi kihívásokról beszélt a teltházas rendezvényen. Brüsszel jelenleg pénzügyileg zsarolja Magyarországot. Hazánk viszont megvan az uniós források nélkül is, az onnan érkező támogatás ugyanis az éves GDP-nek mindössze 1,4%-a. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt Szekszárdon. Gulyás Gergely a Matthias Corvinus kollégium meghívására érkezett a Tolna vármegyei székhelyre. Mint fogalmazott, a Brüsszellel folytatott tárgyalások jól állnak, ezért nem az a kérdés, hogy hozzájut-e Magyarország a forrásokhoz, csupán az mikor. Nekünk valóban nem a GDP 1,4%-ára van szükségünk, amit onnan nettó támogatásként megkapunk, hanem arra, hogy Magyarország része legyen annak az egységes uniós térségnek, Schengeni térségnek és közös piacnak, ami viszont a magyar gazdaság működéséhez, különösen egy országban, aminek jelentős bevétele az exportból van, nélkülözhetetlen. Az Európai Uniónak tehát a tárcavezető szerint egyelőre nincs alternatívája. Ez viszont igaz valamennyi tagállamra. Mint fogalmazott, még Németország is rendkívül nehéz gazdasági helyzetbe kerülne a szövetség nélkül. Hogy ne legyenek határok, hogy legyen egy közös piac és kereskedni lehessen egymással vámhatárok nélkül. Hogy egyébként bizonyos területeken legyen egy olyan közös versenyjog, ami tisztességes versenyfeltételeket biztosít Európán belül, ezek jó találmányok, ezért csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Az a baj, hogy ma sok minden hozzájött ehhez, amivel szemben viszont küzdeni kell. Gulyás Gergely úgy véli, a szankciós politika nem érte el a célját, mert Európa gazdasági nehézségekkel néz szembe azok miatt, míg Amerika sokat profitált a helyzetből, sőt, mint mondta, Oroszország is nyert, hiszen drágábban adhatták el más országoknak a gázt. A 2023-as év nagy kihívásnak ígérkezik, fogalmazta meg Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd. A megnövekedett dologi kiadások finanszírozása okozza a legnagyobb fejtörés számukra, akár csak a legtöbb településnek. Az ellenzék képviselője is azt látja, hogy a 2023-as költségvetés többször át kell dolgozni majd az év folyamán. 14 napi rendi pontot tárgyalt Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete legutóbb. Az ülésgerincét a 2023-as év költségvetése adta, mondta el a város polgármestere. Az idei évben is az egyensúlyra törekednek. A kormányzati támogatás menet közben a rezsi csökkentésre megérkezett, és ami ennél sokkal nagyobb öröm számomra, hogy azok az intézkedések, amelyek tavaly hoztunk, nyilván mindenkit arra ösztökéltek, és ebben partner volt civil sportszervezet és intézményeink is, hogy azt a költségvetési görbét, amely meg lett számukra határozva, nem lépik túl. A helyzet hatékony kezelése azt eredményezte, hogy a korábban kilátásba került korlátozás, ami a közvilágítást érintette volna, szükségtelenné vált. Ezzel a témával az idei évben nem kíván már foglalkozni a testület. A 2023-ban saját forrást igénylő beruházásokhoz is megvannak a szükséges összegek. Emellett a sportkeretet 40 millió forintról 50 millió forintra sikerült felemelni, ezt az összeget osztják szét az egyesületek között. A képviselőtestület egy terület eladásáról is döntött az ülés alkalmával. A tulajdonviszonyokat már régóta szerették volna rendezni. Ez a helyi építési szabályzatunkat módosítani kellett, és nyilván miután a testület nem zárt ülésen tárgyalta, honlapunkon fel van töltve, semmiféle üzleti titkot nem árulok el, hogyha elmondom, hogy a 200 négyzetméteres területet a mobil szolgáltatónak 14,5 millió forintért kívánjuk értékesíteni. Az ülésen született testületi döntés értelmében az adásvétel a közeljövőben meg is fog születni, amellyel az ellenzék nem értett egyet. A valamikori szeméttelep szomszédságában álló mobiltelefon átjátszó toronynak a területi bérleti díját megszüntetik, és az azt bérlő szervezetnek értékesítik. Ez szerintem a vagyonnak a felélése sajnos. Dombóváron a tervek szerint márciusban ülésezik legközelebb a képviselőtestület.
113 szabálysértővel szemben intézkedtek az egyenruhások Tolna vármegye útjain csütörtökön néhány óra alatt. 32 olyan sofőr közlekedett az utakon, aki jóval többel haladt, mint a megengedett legnagyobb sebesség. Közülük 23-at meg is állítottak. Közülük az egyik legkirívóbb gyorshajtás délelőtt kétjel rögzítették, ahol az 50 km/h megengedett sebesség helyett 91 km/h sebességgel haladt az autós. 70 járművezető helyszíni bírságot kapott az általa elkövetett szabálysértés miatt. 10 autóst figyelmeztettek a csekélyebb súlyú szabályszegés miatt. Akadt egy olyan sofőr is, aki alkoholfogyasztása után ült volán mögé. A hazai vállalkozások 98%-a számít működését akadályozó tényező megjelenésére a 2022. októberét követő fél évben. Növekvő arányban számolnak a nyersanyag és energiaárak emelkedésével, az árfolyamok kedvezőtlen alakulásával, valamint a kereslet hiány növekedésével, ugyanakkor kevesebben tartanak a munkaerő hiánytól, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az intézet fél éves konjunktúra vizsgálata részeként 2022. októberében összesen 2135 hazai vállalkozás vezetője számolt be arról, hogy milyen tényezők akadályozzák cége üzleti tevékenységét. A kereskedelmi cégek az ellátási láncok megszakadását is különösen nagy arányban jelölték meg a következő fél évben jelenlevő akadályozó tényezőként, míg kereslethiányra leginkább az építőipari vállalatok számítanak. Két hónap óta bujkáló férfit fogtak el a rendőrök. Az egyiküket a győri és a szekszárdi egyenruhások és több bíróság is körözött. Másikuknak embercsempészés miatt kell börtönbe mennie. Bátán egy romosház padlásán bujkált hónapokig az a 41 éves helyi férfi, akinek közel 3 évre kellett volna börtönbe vonulnia. Őt korábban a szegedi törvényszék ítélte el embercsempészés büntet miatt, közel 3 évre kell börtönbe vonulnia. Egy 27 éves tolnai lakos szintén több hónapig rejtőzködött, őt összesen 6 hatóság körözte. Közöttük a szekszárdi járásbíróság azért, mert egy kiszabott jogerős börtönbüntetés miatt nem vonult be a börtönbe, illetve kereste a szekszárdi rendőrkapitányság, illetve a győri rendőrkapitányság is több bűncselekmény elkövetése miatt. Emellett a férfit körözték a szombathelyi bíróságról, illetve a szekszárdi járásbíróságról is. A férfit családja bújtatta, és egy rejtekhelyről sikerült kollégáimnak elővezetnie és börtönbe vinnie. A nyomozók elfogásukat követően mindkét férfit börtönbe vitték. A múlt héten 38 ezer embernél diagnosztizáltak influenza-szerű megbetegedést a figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései szerint, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ heti jelentésében csütörtökön. Azt írták, az év 5. hetében 244 ezer ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 38 ezernél influenza-szerű megbetegedést diagnosztizáltak. Utóbbiak közül a betegek 44,3%-a gyerek, 28,6%-a 15-34 éves volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 18,7%-a, 8,4%-a pedig a 60 éven felüliek közül került ki. Az adatok szerint január 30-a és február 5-e között Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kivételével valamennyi közigazgatási területen nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz forduló gyakorisága az előző héthez viszonyítva. Idén januárban a fogyasztói árak átlagosan 25,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az elmúlt esztendőben a háztartási energia és az élelmiszerek drágultak leginkább. 12 hónap alatt 2022. januárhoz viszonyítva az ételárak 44%-kal nőttek, ezen belül leginkább a kenyér több mint 80%-kal, a tojás 79%-kal, a tejtermékek 76%-a lettek drágábbak. Ezen a hétvégén lépnek pályára idén először az MB2-ben szereplő szekszárdi női kézilabdázók. A fekete gólyák a Siófok ellen küzdenek majd. A cél egyértelműen a győzelem. Lázasan készülnek a tavaszi szezonra a női NB2-es kézilabda bajnokságban szereplő szekszárdi fekete gólyák. Az együttes február 12-én a Siófok otthonában kezdi meg az idényt. A mérkőzést még decemberben halasztották el a házigazdák kérésére. A Siófoknál nagyon nehéz készülni, mert ugye itt ha ki ismeri ezt a bajnokságot,
itt a 11 csapatból 6 az utánpótlás. És U22 nőibe, ezzel azt kell mondjam, hogy ott lehoznak a felnőttből játékosokat, akkor nagyon erősen tudnak felállni, ha nem, akkor sem rossz csapat, tehát ezek az első osztálynak az utánpótlásai azért ezek nem rosszak. Mi mindig győzni szeretnénk, de azért azt mondom, hogy ez olyan 50-50-es mérkőzés. A szekszárdi együttes a tabella 5., míg a balatonpartiak a tabella 6. helyéről vágnak neki a mérkőzésnek. A vendégek 6 győzelmet és 3 vereséget tudhatnak magukénak, míg a Siófoknál ez az arány 5-2. Ők viszont már megverték az első és a második helyen álló Nekát és a Mohácsot is. Kevesen vagyunk. Most éppen a Peactól egy kettős játékrendelőjel hoztunk egy kislányt, akivel próbáljuk itt kicsit megerősíteni, vagy inkább azt mondom, egy kicsit variációba többet hozni a csapatba, mert hát bizony az első sorunk az nem nagyon pihenhetett, mert különösen a belső posztokon ott alig van cserénk. A szekszárdi fekete gólyák vezetőedzője azt mondja, a szezon végére szeretnének eljutni a dobogó 3. fokáig. Regionális híreink következnek. Életeket mentenek a romok alól. Kaposvári kutatómentők is dolgoznak Törökországban. Az istentiszteleteket megtartják, és beázástól sem kell már tartani Nagy Árpádon. Újjáépítették a templomtetőt. 30 pályamű érkezett az építészeti tervpályázatra. Lantos Ferenc neve fémjelzi a fiktív múzeumot. Folyamatosan érkezik a magyar segítség Törökországba. Kaposvárról a kötél speciális mentőszolgálat 2 fővel utazott a földrengés sújtotta területre. A szakemberek a sérültek felderítésében segítenek. A Pest megyei kutatómentőszolgálat tette közzé Facebook oldalán a videót, amin a kaposvári kötél speciális mentőszolgálat egy kisfiút ment ki a romok alól Törökországban. Egy kisfiú úgy, mert a nagyapját tudta kiszedni élve. A másik testvére sajnos elhalálozott. Most úrunk másik helyen, ott meg éppen egy 15 éves kisfiász van bent az édesapjával. Még élnek. Én nagyon sok az élő, hál' Istennek, és hát versenyfutás az idővel ki az, akit ki tudunk hozni. Az egység 2 hajnalban érkezett meg a földrengés sújtotta területre, azóta folyamatosan keresik a túlélőket. Egy utcasort kaptunk mi Hatajban, egy egész utcasorban, és hát itt vagy egyik házat miért tudtuk nézni, akkor megyünk a másikhoz. Egy itt romba van a dőlözösszek tömpász. És körülbelül 4 óránként, 4 óránként evakuáljuk mi is csapatokat, akik betonokban bent vannak. Tegnap kevésbé, de ma már 4-et éltünk meg, 4-5 utórengést. Sok helyi nem hajlandó elhagyni a katasztrófa sújtott területet, mert még arra várnak, hogy a mentőegységek megtalálják a hozzátartozóikat. Jelenleg 5 különböző hazai mentőegység segíti a munkálatokat Törökországban. Az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb földrengésében több mint 50 000 sérültek meg. A magyar kutatómentőknek köszönhetően közel 20 ember életét sikerült megmenteni. A térségben tartózkodó 18 magyar állampolgár jól van. Az áldozatok száma azonban meghaladta a 11 000-et. Napok óta dolgoznak a szakemberek a hétvégi ítéletidő során megrongálódott templom helyreállításán Nagy Árpádon. A tetőszerkezetből a keresztet daru segítségével kiemelték az ácsok, aztán újra létezték és cserepezték a megsérült részeket. Az istentiszteleteket megtartják, és beázástól sem kell már tartani. Helyi összefogással, rohamléptekkel halad a szombati vihar során megrongálódott nagyárpádi katolikus templom helyreállítása. Mint arról beszámoltunk, a szakrális épület sisakján lévő kereszt lezuhant, és belefúródott a tetőszerkezetbe. Kedden délután ácsok daru segítségével emelték ki a keresztet, másnap pedig már a tetőjavítását is megkezdték, a padláson lévő és a helyiektől kapott cserepek felhasználásával. Helyi lakosként kaptam felkérést, hogy a viharkár utáni templom kereszt beszakadást javítani kéne, és mivel helyi születésű vagyok, én úgy éreztem, hogy ezt akkor meg kell segítenünk megcsinálni. A tegnapi nap egy autódarú segítségével kiemeltük a keresztet a templomból.
A mai nap folyamán pedig a létszezés, újra létszezése, a cserepezés, helyreállítás megtörténik. Ezután a sisakot vissza kell bontani és újra felépíteni, mielőtt visszakerülhet a templom tetejére a kereszt. Az istentiszteleteket megtartják, és beázástól sem kell már tartani. A pécsi kötődésű művész Lantos Ferenc ihlette azt a tervpályázatot, melyet a Magyar Művészeti Akadémia hirdetett 40 év alatti fiatal építészek számára. A felhívásra összesen 30 mű érkezett, amelyekből 11 alkotás érdemelt díjat a bírálóbizottság döntése szerint. A résztvevőknek egy pécsi fiktív múzeum épületét kellett megtervezniük. Idén 10. alkalommal hirdette meg a Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti tagozata a tervpályázatát. A felhívásra összesen 30 pályamű érkezett. A bírálóbizottság többszöri áttekintés, majd vita és elemzés után többségi szavazással döntött az egyébként 11 díjazottról. Bár pontos előírásoknak kellett megfelelniük a pályázóknak, a zsűri nem volt szigorú az értékeléskor. A legszabadabb és a hogy így mondjam, elvetemültebb ötleteket is tudjuk díjazni. Természetesen akik fődíjakat kaptak, azok megfelelnek mindenben a kiírás előírásainak, hogy ugye szó ne érje a ház elejét, de külön díjakkal jutalmaztuk azokat is, akik nem, viszont önálló ötleteket, gondolatokat, vagy nagyon szép művészi megoldást kínáltak. A pályázati kiírás olyan javaslat készítését tűzte ki célul, amely egy fiktív épület tervezésére irányul. A munkák Lantos Ferenc munkásságát és a természet erős kapcsolatát mutatják be. Az eredményhirdetésen elhangzott, hogy a 40 év alatti fiatal építészeket szeretnék helyzetbe hozni. Kitűzött cél volt az, hogy egy majdani pályázathoz is adjon gondolatokat, ötleteket ez a közletpályázat, amit önök megcsináltak. És azt gondolom, és ez fontos dolognak tartom, hogy ezek a tervek mindegyike, de nyilván a fölmagasztosult tervek alkalmasak arra, hogy egy közösségi beszélgetést elkezdjünk. Kiosztottak 3 fődíjat, 5 elismerést, valamint 2 külön díjat és 1 kiemelt díjat. Az alkotások jól bemutatják a pályázók szakmai tudását és kreativitásukat. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Szekszárdon járt Gulyás Gergely, a tárcavezető a hazánkra váró kihívásokról tartott előadást. Ülésezett a képviselőtestület, Dombóvár is küzd a megnövekedett kiadásokkal. Hónapokig bujkáltak a rendőrök elől. 2 jogerősen elítélt körözött férfit fogtak el az egyenruhások. Kezdik a szezont a fekete gólyák. A Siófok ellen lépnek pályára a szekszárdi kézilabdások. Szombaton időről időre felszakadozó felhőzet lesz jellemző. Vasárnap és hétfőn megszűnik az éjszakai szórványos gyenge csapadék. Szélcsendes, nyugodt idő kialakulása a legvalószínűbb. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!